Hello, hello, sziasztok! Nagy szeretettel köszöntelek mindannyiótokat. Ez a hetedik angolra hangolva live, és hát mi lesz a mai téma? kreatív technikák a nyelvtani tudásod pallírozására, azaz olyan módszereket, trükköket fogok nektek megmutatni ma, ami a hagyományos módszerektől teljesen eltérnek, és pont az lesz a lényegük, hogy a kreativitást fogjuk belevinni, az egyediséget, és meg fogom mutatni nektek ma azt, hogy hogyan lehet máshogy is nyelvtani készséget fejleszteni, nem csak az angolra levetítve, hanem ezt nagyon sok más nyelvre is tudjátok majd alkalmazni, jó? Na hát, amíg Gyülekezünk, nagy szeretettel köszöntelek mindannyiótokat, aki még nem ismer, Lénár Tünde vagyok, az angolrahangolva.com alapítója, és hát egy picit, hogy felcsigázzalak titeket, hogy miről lesz ma szó, hogy foglaljam össze. Tehát első körben le fogom tisztázni azt, hogy én hogyan, érte, hogyan értelmezem azt, hogy nyelvtan, és mik azok a tévhitek, amik így nagyon gyakran a nyelvtani tudásotok fejlesztésével felszokott merülni, amit nagyon sok nyelv... Tanulótól hallok, és látom is, hogy sokszor emiatt takadnak el, hogy nem igazán nyelvhasználók, csak nyelvtanulók, és itt nagyon sok minden kötődik ide, gyakorlatilag a rossz technikához. Lesz szó arról, ahogy már megszoktátok, hogy 13 pontban meg fogom mutatni lépésben, hogy melyek azok a technikák, módszerek, amiket, hogyha kipróbáltok, leteszteltek, segíteni tudnak abban, hogy szárnyaljatok, nem csak gyakorlatilag az angoltudásban, hanem hogy tényleg a nyelvtani tudásotok is elkezdjen fejlődni, és ne csak elméleti, hanem valódi gyakorlati tudás is legyen. Úgyhogy lesz ma szó mindenféléről, a végén készültem nektek egy meglepivel, egy bejelentéssel, úgyhogy maradjatok velünk a végéig, aki tudja, aki tud, illetve aki pedig nem, azt pedig majd újra tudjátok nézni. Na, szia, Gyurita is itt vagy, Marosásár helyről szervuszolt, azt hiszem, hogy te Angliából nézel minket, majd írd meg, hogy kint vagy -e. És hát közben írjatok nekem, jó? Mert én is örülök, hogyha közben jeleztek nekem, hogyha van egy kis interakció. Akár leírhatjátok azt, hogy honnan néztek, leírhatjátok azt, hogy adnak-e nektek ezek a live adások, valami plusz segítenek-e, akár a fejlődésetekben is. És azt is kérem, hogy közben írjátok le, hogy a témához kapcsolódóan van-e kérdésetek, problémátok, vagy bármilyen dolog, amivel most itt az élő adásban tudok nektek segíteni. Jó, mert hogy én értetek vagyok most itt miattatok készülő kétről hétre, hogy, hogy, hogy tényleg élőben lássátok, hogy gyakorlatilag nagyon sok olyan technika van, amit még lehet, hogy ki próbáltatok, és hát ha megfigyeltétek az előző adásokban, több készségről, több problémáról volt már szó. Jó, na tehát akkor mindjárt bele is kezdünk, úgyhogy még egyszer nagy szeretettel köszöntelek titeket, aki most csatlakozik, mi lesz a mai téma, kreatív technikák a nyelvtani tudásod pallírozására. Na akkor csapjunk is bele, jó, mert megint sok mindennel készültem, és mindig azzal küzdök, hogy mindent belefértesek egy órába, vagy egy 45 percbe, jó? és hát, hogy elsősorban, hogy értéket is adjak nektek ezáltal. Na, hát akkor tisztázzunk egy pár dolgot a nyelvtannal kapcsolatban. Én, én megmondom az őszintét, hogy én utálom azt a szót, hogy nyelvtan, utálom azt a szót, hogy da, szabály, utálom azt a szót, hogy definíció, úgyhogy ezt fogadjátok el tőlem, hogy én ezeket sokszor máshogy használom, más értelemben, és arra szeretnélek titeket is inspirálni, hogy egy kicsit a mindsetet, tehát a gondolkozásmódot is át tudjátok állítani. Miért? Mert hogyha most a magyar hagyományos oktatásból indulunk ki, akkor sajnos az van, hogy még mindig ez az ősrégi poroszos technika az uralkodó, tisztelet a kivételnek, azért hál' Istennek már vannak forradalmárok ezen a területen is, mind a közép általános iskolai egyetemi oktatási területeken, mind a magánoktatásban, de én azt szeretném, hogyha minél-minél többen gyakorlatilag meg áthágnánk ezeket a határokat, és végre ledöntenénk ennek a régi ezer éves poroszos technikának a lényegét. Aminek az a, az a lényege egy szóban összefoglalva, hogy gyakorlatilag ilyen nagyon-nagyon mechanikus szabályokkal, definíciókkal, fordítási technikákra alapuló módszerekkel tanítják a nyelvtan, és gyakorlatilag a nyelvoktatás ez nem szól szinte másról sem, csak a nyelvtan, 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 de azokat is inkább ilyen mechanikus, gyakorlatokon keresztül, és nem pedig aktiváló uh, gyakorlatokon keresztül. Fogok erről beszélni, hogy ez az én interpretációban, tehát az én értelmezésemben mit jelent, jó? Uh, úgyhogy én szeretném, ha egy, egy picit átértelmeznénk ezt a nyelvtant, jó? Hogy mi nem a nyelvtani uh, készséget fejlesztésem, és hogy, és hogy hogyan tudsz ezen változtatni, hogyha alternatívabb, vagy interaktívabb módon szeretnéd uh, ezt uh, fejleszteni, mert hogy uh, tudjátok, szoktam idézni ezt a mondást, hogyha mindig ugyanaz csinálod, amit eddig, akkor ugyanaz az eredmény lesz, mint eddig. És hogyha neked eddig nagyon szúra szög, mert nem haladsz az angol tanulásban, akkor, akkor változtatni kell. Én ezt mindig úgy hívom, hogy vérfrissítjük a tudásodat, a technikákat, a módszereket, és ezért hozok ilyen sok-sok technikát mindig, hogy, hogy ha csak egyet-kettőt teszteltek le, és arra lecseréled a régi, ősrégi technikát, akkor már tettél azért, hogy jobb legyen a tudásod. Remélem, amúgy jól látható, hallható vagyok, közben jelezzetek majd ezzel kapcsolatban is. Na, tehát a... Remélem nem ment el a hang vagy a kép, hogyha esetleg igen, akkor írjatok, jó? De szerintem most már vissza kellett jönni. Tehát a nyelvtan az alapvetően nem azt jelenti, úgyhogy ne is szaladjál, hogyha te így értelmezed ezt a mai témát, hogy szabályokat magolunk, definíciókat vágunk be, és azt próbáljuk előhívni. Most, hogy mondjuk el nektek ez egy történetet? Engem még sokan, mert hogy rajtam is nagyon sok tanár átment így az általános iskolába, meg a középiskolába, sok olyan eset volt, amikor uh, például uh, ilyen nyelvtani szerkezeteknek a, a szabályát, a definícióját uh, kellett uh, úgymond uh, bemagoljuk, és abból állt a teszt, hogy a definíciókat kellett leírjuk. De valójában a fogalmunk sem volt, hogy kell használni. Közben írja Timi, hogy megszakad állandóan. Kétszer kiírta nekem is valóban, lássuk, hogy még, megcsin hogy még fogják csinálni, hogyha igen, akkor, akkor újraindítom, jó? ha pedig nem, akkor fingers crossed, hogy jó lesz, akkor pedig, akkor pedig nyomjuk tovább, jó? De hogyha még mindig rossz az adás, akkor szóljátok is, inkább újra újraindítom, jó? Tehát ö, emlékszem erre, hogy ilyen definíciókat kellett tanuljunk például az igénydő kapcsán, most egyre emlékszek, azt tényleg oda-vissza tudom, hogy befejezet jelent, present perfect, ö, így kellett megtanulni, hogy a cselekvés még nem történt meg, de megtörténhet, ami tény is valahogy így van, de én akkor ezt totálisan nem értettem, hogy ez mit jelent, de ezt kellett leírjuk a dolgozatba is, minden ige időköz ilyen definíciókat. Tehát én nem azt mondom, hogy ezek nem segítenek a megértésben, de azt tuti, hogy a beszédben nem fog neked segíteni, hogyha szabályokkal közelíted meg a nyelvtan. Sokkal inkább amúgy a logikára, és a struktúrájára kell ráéreznetek, és ezt fogom ma nektek megmutatni majd a kreatív technikák alatt, hogy hogyan jó. Um, nagyon nagy különbség van a kettő között alapvetően. <kül> Aztán a nyelvtan uh, gyakorlatilag. Azt is jelentheti, hogy, hogy, hogy ráérzel, hogy egy adott nyelvben hogyan formálod a szavakat mondatokká. Hogyha az egy ragozó nyelv, hogyan ragozunk, hogyan írunk helyesen, tehát inkább ezek jelentik a nyelvtant, mint, mint az, hogy te mindenféle bonyolult, összetett definíciókon keresztül közelíted meg. Egy jó pár hónappal ezelőtt, ez még tavaly volt, emlékszem arra, hogy itt a Question Time-ba tett fel egy, egy srác többször is kérdéseket, Uh, és úgy képzétek el, hogy egy másik uh, oktatóanyagban uh, lévő definíciókat hozta el ide nekem, hogy, hogy ez mit jelent. Tehát uh, ott konkrétan igeidőket írtak le ilyen, fú, olyan megfogalmazással, hogy, hogy felállt a hátamon a ször, mert annyira, annyira uh, tudományos nyelven volt fogalmazva, hogy még nekem, aki nyelvész vagyok is, el kellett gondolkozzam, hogy álljunk meg, akkor ezt most, most, most mit akar itt mondani? Nem, hogy egy nyelv tanuló, aki alapvetően nagyon sokszor valljuk be, hogy még azt se tudja, hogy mi az, hogy ige, meg állítmány, erről is lesz szó, nem, hogy, hogy ilyen szuperlatívuszokba, meg terminus technikusokkal telettomjuk a diákok fejét, jó? Tehát, hogy így ne közelítsd meg a nyelvtan. Hogyha tanár vagy, akkor neked is azt javaslom, hogy ez, amit inkább engedj el. De hogyha a struktúrára teszed a hangsúlyt, és megpróbálod megérteni, hogy hogyan épül fel az adott nyelv, meséltem már nektek Lom Katóról, aki gyakorlatilag az egyik leghíresebb magyar poliglott volt, aki hát elmondása szerint több mint tíz nyelven tolmácsolt és tizen akárhány nyelvet ismert. És ő gyakorlatilag mindig úgy kezdett bele egy nyelvnek a megismerésében, hogy megnézte, hogyan épül fel a, 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 a mondat szerkesztés. Kvázi a nyelvtani szerkezeteken keresztül közelítette meg a nyelvet. Megnézte, hogy mit teszünk a mondat elejére, mi jön milyen utána, mi milyen és így próbálta beazonosítani, hogy mi a nyelv struktúrája. Na ez például egy nagyon szuper megközelítés, mert gyakorlatban látod, és nem a száraz elméletet magolod. Ezért nagyon jó, amikor mondatokon keresztül próbáltok nyelvtani szerkezeteket aktiválni, tehát úgy, hogy vannak példamondataitok, és a minták alapján, az analógia alapján próbáltok hasonló mondatokat összerakni, és amikor kellő ideig ezt gyakoroljátok, és sok hasonló mondatot összeraktok, akkor magatok teszitek ezeket az új nyelvtani szerkezeteket. Szia, Mónika! Hello! Uh, szia, Judit! Téged is köszöntelek, és hát aki most csatlakozik, azokat is. Mi a mai téma? Kreatív technikák a nyelvtani tudásod pallírozására. Jó, tehát azzal kezdtük, hogy uh, mi a nyelvtan, és mi nem a nyelvtan, én hogyan értelmezem. Oké, okay, menjünk tovább. Nagyon-nagyon uh, <laughs> uh, durva dolog ez is, és ezt is az előbb már említettem, hogy nagyon sokan amúgy ott véreznek el, és ez nekem egy ilyen nagyon-nagyon nagy reveláció volt, annó, mikor elkezdtem tanítani, hogy, hogy a legtöbb nyelvtanuló nincs tisztában a magyar nyelvtannal sem. De olyan szinten, hogy az alapokkal sem. Tehát amikor... És most egy nagyon-nagyon rövid, gyors tanfolyamot tartanék nektek ebből, hogy, hogy ez, ez alatt mit értek. Tehát, amikor a, a kezdők megpróbálják megérteni, hogy hogyan épül fel az angol mondat, ugye, hogy alany, állítmány, tárgy határozó átlagban, ugye ez az a magyar, az angol mondat kötött, szerkezetű, fix felépítésem. De hát már ott akarja a fejét, hogy mi az, hogy alany? Mi az, hogy állítmány? És tök igazad van, mert hogy Ezer éve volt, mondjuk, hogyha te 40-50 éves vagy, és most látod ezeket a fogalmakat újra, de az is lehet, hogy annó sem nagyon érdekelt téged a dolog, és, és hát nem ragadt meg. Tehát, hogy oké, és hogy ez általános tudás lenne, de valljuk be, hogy sok minden alapvetően kiesik az emberek fejéből, vagy tényleg nem volt jó az oktatása, és így elszállt, vagy nem tudja. Na most én mindig azt szoktam mondani, és akkor itt a gyors talpalú tanfolyam, hogy ha csak annyit megértesz gyakorlatilag az alap magyar nyelvtamból, és ezt levetíted az angolra, akkor már gyorsító sávra teszed magad, hogy mi a főnév, <laughs> ugye az a mi, ki, kérdésre válaszol, kutya, macska, aranyhal, asztal, kati, János, ezek mind főnevek. Ők lehetnek alanyok a mondatban, tehát kezdheted velük a mondatot, de lehetnek tárgyak is a mondatban. Jó, ezt, ezt jegyez meg. Aztán ugyan, utána jön az állítmány, ami legtöbbször ige. Jó, most nem megyek bele a legapróbb kivételekbe, de a legtöbbször ige. Mi az ige? Az, ami mit csinál, kérdésre válaszol. Eszik, úszik, játszik, fürdik, kalapál és társai. Jó, ezek az igék. Aztán vannak melléknevek, amik gyakorlatilag jelzőként működnek a mondat szerkesztésben, az hogy szép, okos, kedves, bájos, csúnya és társai. Oké, okay? tehát őket berakhatod a főneved az alanyod elé. De vannak gyakorlatilag prepozícióink is, előjáró szavak más néven, ami megint kínaiul hangozhat. Azok az előjáró szavak, amikor ilyeneket, ilyen kérdésekre válaszolsz, hogy vagy ilyen szavakra gondolok, hogy házban, réten, reggel, este, tehát a hol, mikor, ezek a előjáró szavak, amik gyakorlatilag a mondatban határozóként működnek. Most, ha ezt a pár alapfogalmat így beazonosítod a fejedbe, és ezt így rendbe rakod, akkor már könnyebben össze fogod tudni rakni a mondatot, mert tudod, hogy alanyállítmány tárgy határozó, és hogy mi micsoda lehet, tehát, hogy nem lesz az az eset, mint amiben nagyon sok magyar, főleg az elején belesik nyelvtanulóként, nyelv, kezdő nyelvtanulóként, hogy úgy akarja összerakni a magyar mondatot, mint hogy a magyar mondat hangzik. Csak a gond ez azzal, hogy magyarul kötetlen a szórendünk. Figyeljetek, mondhatom azt, hogy boltba megyek kenyérért. De azt is mondhatom, hogy kenyérért megyek boltba. Sőt, azt is mondhatom, hogy elmegyek a boltba kenyérért. Na hát ilyenkor vakarjuk a fejünket, ugye, hogy ez a magyar nyelv. És akkor még szidjuk az angolt, hogy milyen bonyolult, pedig a magyar sokkal-sokkal bonyolultabb. És a, ott abba a hibába esnek sokan, hogy ezeket így szó szerint le akarják fordítani. Pedig nem szabad, mert az angolba be kell azonosítsd, hogy kicsoda, mit csinál, és hogyha a többi mondatrészed van-e, tehát hogy csinál-e valamit, mikor, hol, és társai. Jó, tehát Először ezt tisztáz le a fejedbe, ezeket az alapfogalmakat, de nem ennyien jobban bele, jó? Tehát nem nyelvész leszel, nem leszel, ö, nem tudom, akadémiai professzor, de ha ezekkel tisztában vagy, akkor már ö, ö, tettél a tudásodért, ez, ez sajnos muszáj ennyit tudni. Ö, és hogyha ezzel tisztában vagy, akkor már a, az angol nyelvtan és akár a többi nyelven is a nyelvtani szerkezetek megértése sokkal könnyebben fog menni. Aztán a másik dolog, amiért fontos erről a témáról beszéljünk, és azért is hoztam, mert valójában ez is egyfajta készség, mert nagyon félremehet a kommunikáció, hogyha nem jó szerkezetet használsz. Kilépsz, hogy tudsz visszajönni, kérdezi Zsolt. Visszajössz a Facebook oldalunkra, kicsit lepörgeted, és ott egy piros bal oldalon írja, hogy live. Tehát gyere vissza a Facebook oldalunkra, görges le is, ott lesz az élő adás, vagy utólag vissza tudod nézni. Jó? Tehát azért is fontos erről beszélni, mert totál nem mindegy, hogy például azt mondom, hogy I told him to go home, mondtam neki, hogy menjen haza, vagy I was told to go home. Én voltam mondva, azaz nekem mondták, hogy menjek haza, ez két totál különböző szerkezet. I told him, én mondtam neki, vagy I was told, nekem lett mondva. Oké? Okay? Tehát uh, totál nem mindegy, és uh, fú, hát főleg egy ilyen szerkezet teljesen más uh, uh, reakciókat tud kiváltani az emberekből, hogyha ezeket nem jól használod. Ezért azért fontos, és én nem azt mondom, hogy a nyelvtanán fontos, azt mondom, hogy fontos, csak nem mindegy, hogy milyen technikával uh, mennyire uh, nyomod a fejedbe a, azokat a felesleges definíciókat, vagy nem tudom milyen uh, uh, szabályokat, amiket az életben nem fogsz uh, tudni értelmezni, vagy gyakorlatba ültetni. Sokkal fontosabb, hogy panel dolgozz. dolgoz. Ugye ezt mindig- mindig mondom nektek. Aztán uh, fontos eldöntened azt is, hogyha a nyelvtani készséged fejlesztéséről van szó, hogy neked valójában mire van szükséged az angol nyelv uh, fejlesztése kapcsán ha irodában vagy magasabb beosztásban, angol nyelvterületen, és nem, tehát gyakorlatilag nem egy soron fogsz dolgozni, hanem tényleg irodai közegbe, akkor igen, szükséged lesz a magasabb szintű nyelvtani tudásod pallírozására. De illetve azt is hozzátenném, hogyha akár egy, egy magasabb szintű felsőfokú, akár nyelvvizsgára készülsz, mert ott bele fogsz futni azokba a kivételekbe is, amiket aztán nagyon szeretnek rákérdezni, nem csak a, a két nyelvű magyar nyelvvizsgák, hanem akár egy Cambridge-nél is akár feljönnek ezek. De, hogyha te az életben nem fogsz ilyen közegben mozogni, vagy neked nem ezért van szükséged az angolra, nem azért, mert utazni akarsz csak, mert az unokáidat akarod meglátogatni külföldön, és hát ugye nem fogsz akadémikus nyelven társalogni az egyetemi professzorokkal, vagy üzleti tárgyalásokra járni, ahol tényleg magas szintű, magas szinten megy a kommunikáció, mert azért ott is van, ahol konyha angolsággal tárgyalgatnak, um, akkor gyakorlatilag neked nem kell a legapróbb kivételeket megtanulnod, nem kell az összes nyelvtani szerkezetet tudnod, mert azért valljuk be, és én ezt nagyon-nagyon hangsúlyozom, hogy nagyon nagy különbség van a beszélt nyelvi angol és az írott nyelvi angol között. Olyan, mint hogyha két totál másik nyelvről beszélnénk sokszor annyira nagy lehet a kontraszt, hogy, hogy, mondjuk egy írott nyelv, akár amikor így forma, formálisan fejezi ki magát, hogyan használja. Kérdezi Timi, hogy le lehet írni később a mondatokat példának. Persze, persze, beírom ide őket, jó? Utána itt megtaláljátok majd a kommentek között. Tehát nagyon fontos, hogy ezt tisztáz le magadban, és szelektálj, mint ahogy a szókincs kapcsán is mondtam, hogy nem biztos, hogy neked szükséged van arra a szóra, hogy, sparkling plug, ami az autóba ez a gyertya, ugye, ami a kis kütyű, de lehet, hogyha autószerelő vagy, ugye, akkor neked ezt kell tudnod. De te kell ezt eldöntsd, ugyanígy a nyelvtani szerkezetek kapcsán, és merj szelektálni, jó? Tehát, hogy megint csak az igeidőket tudom felhozni. Ugye tanítják az 12 igeidőt, de valójában az életben, én most a brit területről beszélek, egy hát ilyen 5 öt, 5 maximum 6-ot, ha használnak beszélt nyelvben. És hát persze nem azt mondom, írott nyelvben azért sok minden nagy könyv szerint használunk, de egyre több minden kopik ki a nyelvből. Az angol az, az egyik leggyorsabban változó nyelv. Ennek az is az oka, mert nagyon sok fele elterjedt a világon, sokféle verziója is van, ugye most itt a, akár a dialektusokra is gondolok, amik megint formálhatják. Tehát, hogy bizony, bizony, vannak különbségek, és ez tisztáz le magadban, jó? Tehát most ezt megint egy kicsit túl rágtam, csak azért, azért beszélek erről ennyit, mert neked jogod van nyelvtanulóként eldönteni, hogy mire lesz szükséged, és mire használod a nyelvet, oké? Okay. Ha tanár vagy, akkor, akkor törekedj arra, hogy minél több mindent megismerj, a, a, minél több rétegét a nyelvnek, de gyakorlatilag azt gondolom, hogy nagyon sok nyelvtanuló is belesik abba a hibába, hogy minden apró kicsi részletét akarja tudni, főleg, hogyha maximalista, és akkor jön a, az elvérzés, meg a sírás rívás, hogy jó, te bonyolult. Tördelt le, emlékezz arra a mondásra, hogy az elefántot se tudjuk egybe megenni, hanem csak falatonként, ugye? Tehát, hogy így is meg lehet közelíteni a nyelvtani szerkezeteket. Hogy minden, minden héten, vagy minden két hétben csak egy új új nyelvtani szerkezetet akarok magamívá tenni, és így tolom ki a határaimat, és e ezt az alapelvet figyelembe véve. Oké. Okay. Na hát akkor veszünk egy picit a, a téfitekről, mert bár már egy kicsit belementem, de azért itt is van egy pár tévhit, amit szeretnék így eloszlatni a fejekben. Hát az egyik legnagyobb tévhit, amikor írják, hogy fú, hát én perfektül akarok beszélni. Oké, és nagyszerű. Szerintem nem létezik az, hogy perfekt nyelvtudás. Miért nem? Mert hogy képzeljétek el, mindenki emberből van, és még az anyanyelviek is hibáznak. Nagyon sokszor tudatosan, nagyon sokszor tudattalanul. A tudatosan azt úgy ért, hogy nem direkt akar téged megtéveszteni, hanem ő, az ő használatába úgy ford be az a tudás, hogy ő azt hiszi, hogy az a az a jó forma. Uh, nagyon sokszor lehet dologban hallani, de filmekben is sokszor hallom, amikor mondanak ilyen dupla tagadásokat, hogy I don't do nothing, ami eredetileg nagy könyv szerint nem helyes, de ma már is, látjátok, így változik a nyelv. Egyre inkább uh, uh, megengedettek ezek a uh, nyelvtani cselek, hogy úgy mond, uh, hogy úgy fogalmazzak, hogy gyakorlatilag felülírják a régi szabályokat, amiket ugye nem szeretünk, és ugye ezért is mondtam, hogy a nyelv nagyon gyorsan változik, és gyakorlatilag egyre inkább megengedettek olyan dolgok is, amik helytelennek minősülnének. Vagy mondjuk egy nyelvvizsgán akkora, nem tudom, hibapontot jelentene, hogy sikítanának a vizsgáztatók, de a beszélt nyelven meg nem így van. És nagyon sok ilyet lehet hallani. Vagy akár az amerikai filmekben, hogy, hogy, nem rakják ki a beat ragozva, hogy nem azt mondják, hogy I cooking, I'm cooking, hanem I cooking, vagy társai, Tehát, hogy igen, változik a nyelv, lazul, és ezt el kell fogadni, és ezért megint reflektálnék arra vissza, hogy amikor az egyes szituációkban vagy benne, akkor te döntöd el, te látod, hogy az a szituáció megengedi, hogy te is ugyanazt átvett, lásd beszélt nyelv, vagy mondjuk üzleti levelezésbe vagy benne, ahol igen, figyelni kéne, hogy ezt hát azért inkább használjuk helyesen az eredeti formába. Aztán majd meglátjuk, hogy tíz év múlva, húsz év múlva, száz év múlva hol lesz az angol nyelv. Én nagyon kíváncsi vagyok. Múltkor feltettem ezt a kérdést itt a question time alatt, hogy milyen változásokat látnak az emberek mondjuk a környezetünkben. Na ezt ugyanúgy kíváncsi vagyok feltenni, így az angol kapcsán is, hogy ki hogy látja az angol nyelvet, hogy mi fog vele történni. Mert hogy hogy nyelvészek is már ezt bizonyítják, hogy, hogy évről évre, évtizedről évtizedre változik a nyelv, és ennek az egyik legjobb bizonyítéka, hogy minden évben az Oxford Dictionary-be felkerülnek olyan új szavak is, amik így gyakorlatilag a nyelv használatból kerülnek át, mert olyan sok ember használta, kezdte el azokat használni, trendé vált, az az új szó, hogy Bekerülnek. Na, ugyanezt történik a nyelvtannal is, jó? Tehát, hogy ezért se legyen bennetek ez az állandó maximalizmus, hogy én tökéletesen, helyesen akarok mindig beszélni, mert hogy hogy az anyanyelvék is azért sokszor uh, használnak helytelenül dolgokat, és ez fine, rendben van, oké. Okay. Um, kövessük mi is a, nem azt mondom, hogy a példájukat, tehát hogy azért ott is vannak uh, olyan esetek, amikor tudatlanságból használja rosszul, de vannak olyan esetek, amikor tényleg Elfogadottá válik az a nyelvi használat. Jó, tehát most nem azt mondom, hogy legyetek birkák és menjetek a tömeg után, mert nem. Tehát ezzel ellen én is ellene vagyok, de hogy a nyelv uh, változása kapcsán is vannak trendek, amiket érdemes követni. Jó. Aztán a másik fontos dolog, ami, amit így felírtam nektek, hogy fú, ezt, ezt így nagyon sok nyelvtanultól hallottam, főleg az elején most már, hál' Istennek nem, de ugye 14. éve most már, hogy, hogy ezzel foglalkozok, és hát így az első pár évben emlékszem, hogy voltak olyan diákjaim, akik mondták, hogy figyelj, tűnd először a nyelvtan is már meg nekem, csak nyelvtant, és utána majd tanulunk szókincset, meg beszélünk, meg nyomatjuk a listeninget, meg nem tudom mit. Tehát, hogy nem emlékezzetek, mindig elmondom a négy lábú asztal, de lehetne akár hat lába is az asztalnak, hogyha a nyelvtant is a szókincset oda veszem. Minden mindennel összefügg, mindent párhuzamosan kell fejleszteni, mindig egy picikét, hiszen, hiszen a nyelv az olyan, mint a, a sport, Emlékeztek, ezt is mondtam már ezt a példát, ha mindig ugyanazt az izmot dolgozod, akkor elustul az izom, és nem fog fejlődni. A, többi aztán meg pláne nem, de még az sem, amit fejlesztesz. Tehát itt is ugyanez van, hogy nem elég csak mindig a nyelvtannal foglalkozni. És ez is például egy olyan téfit, ami az oktatásunkból jön. Tehát megint csak, ha visszaemlékeztek iskolai oktatásra, megint tisztelet a kivételnek, nagyon sokszor volt ugye az, hogy semmi más nem csináltatok az órán, csak nyelvtani gyakorlatokat nyomat fejlődött a beszédkészségetek? Megkérdezném. Fejlődött-e akár a hallgatási készségetek és a többi? Tehát a legdurvább az egészben az, hogy annak ellenére, hogy, hogy ezért ezt így nyomatják, ugyanúgy rossz az embereknek a nyelvtana is, nem, nem mindenkinek, de hogy most megint egy ilyen nagy általánosságba beszélek. Miért? Azért, mert definíciókra, mert szabályokra alapulva, mert elméleties uh, oktatás folyik, és az amerikaiak nagyon jól mondják ezt, hogy Valójában kétféle tudás létezik, lehetsz book smart, meg street smart. És a magyaroknak a többség az book smart. Tehát, hogy a könyvből nagyon tudnak mindent, elméleties tudásuk van. A street smart pedig azt jelenti, hogy gyakorlatias a tudásunk. A kettőt kéne ötvözni, jó? Tehát, hogy a kettő az két véglet, de ami nagyon fontos, hogyha a kettőt összekombinálod, megint csak az egyensúly, itt is mint mindenben az életben ez lenne a lényeg. Tim írja, hogy Londonban tíz emberből tíz ember másképp beszél. Hát igen. Ez így van, ezt én is tapasztaltam. De nem csak Londonban, hanem mehetsz te bármere a világba. Tehát e, e, régióra, régióra változik a nyelvhasználat, a kiejtés. Ezért nem is szeretek belemenni olyan beszélgetésekbe, amikor valaki mondja, fú, figyelj, ezt így használjuk. Igen, lehet, hogy úgy használják azon a közegben, de lehet, hogy arré megyünk, nem tudom, száz kilométert, vagy száz mérföldet, és ott meg már teljesen máshogy. Oké, okay. jó, tehát, hogy ezt a téfitet, ezt mint, Tényleg ezt húzzátok ki az agyatokból, hogy, hogy előbb a nyelvtan kell fejleszteni, nem? Első perszől kezdve kell mindent fejleszteni, első perctől kezdve kell angolul beszélned, azzal az icipici tudásoddal is, amit van, különben úgy le fog maradni, akár a beszédkészséged, akár a többi, hogy hüha csak sírni, panaszkodni és szomorkodni fogsz, hogy hát, nem fejlődik az angolom. Hát, mert mindig ugyanazt csinálod. Tessék, változatosságot vinni a tanulásba is, hiszen annál izgalmasabb lesz. Tévhitek, még mindig itt járunk az angol nyelvtan nem logikus. Hát, én ezzel mindig vitatkozok, mert hogy szerintem rengeteg logika van. Mondjuk én imárok minden nyelvben logikákat felállítani, nem vagyok pedig férfi, ugye azt mondják, hogy a férfiak a inkább logikusabb lények, mint minők. Hát ez rám nem igaz, mert én folyamatosan a logikát keresem mindenben. Mm. Um, rengeteg apró pici logikát tudsz te is felfedezni. Ez egyik kedvenc példám erre, amikor ugye a prepozíciókkal szenvednek a nyelvtanulók, hogy akkor, hogy egyezzen meg az, hogy in the morning, de at night. Ha most azt a jelentését keresed, hogy reggel, meg éjjel. És akkor mindig azt szoktam mondani, hogy na jó, keresünk benne logikát. Nézd meg, melyek a hosszú szavak. Morning, evening, afternoon. Ami hosszú, az ines, sőt, még azzal van egy is. In the morning, in the evening, in the afternoon. De ami rövid, at night, at noon, at uh, dawn, hajnalban, vagy at midnight, ez az egy hosszú, de benne van az, hogy night, az meg etes. Oké? Okay? Tehát, hogy uh, a hosszú szavak indesek, a rövidek megetesek. Uh, de ugyanígy vannak logikák, van logika egy csomó a, az igeidőkben is. Ugye én azért tanítom ezeket ilyen kulcsavas módszerrel. Ha benne van ez is ez a szó, és nem a szabályokat közelítjük meg, akkor, akkor az a kulcs szó, akkor sokkal könnyebben be tudod azonosítani, hogy erre van egy technikánk, most ebbe megint nem megyek bele, hiszen ez most nem erről szól, hogy nyelvtan tanítsalak nektek, hanem arról, hogy a technikát mutassam meg nektek. Na, a hangolú egy csomó ilyen logika össze van szedve, de ti is tudtok találni, hogyha egy kicsit kinyitjátok a csatornáitokat. Oké, okay. aztán a másik téfit, amit mondtam, hogy az angol nyelvtan nem változik, ugye az előbb erről beszéltünk, de folyamatosan változik a nyelvhasználat, sőt, ahogy írt a Timi is még területén, tenként is nagyon eltérő, és azon belül is vannak változások. Most ez, ez nem nyelvtan, de szókincs kapcsán a legjobb példa erre a slang, ami olyan gyorsan változik, hogy mire megszoksz egy szót már, králnak egy újat. Pont azért, hogy mert ugye a szlengnek az a, az a lényege, hogy benfentes szó legyen, hogy mások ne értsék meg, és ezért változik olyan gyorsan a szleng régiókor régiókra. Tehát ezért lehetetlen mindent tudni például angolul, mert hogy lehet, hogy a saját területednek a szlengjébe belelátsz, főleg, hogy olyan közegben mozogsz, de még az is nagyon gyorsan tud változni, amit lehet, hogy még kapkodod a fejed, hogy jó hoppá, ez már, erre már van egy új szó, erre már van egy új kifejezés, és ez, ez tök vagány. És szerintem ez adja az izgalmát igazság szerint a nyelvnek, hogy változik. Az egyik másik kedvenc mondásom, hogy az életben semmi sem állandó, csak a változás. És hát el kell fogadni, hogy változni is tudni kell, váltani is tudni kell a nyelvtanulásba, és fel kell csatlakozni a trendekhez, jó? Ezért, ha valami nem működik, például a nyelvtani tudásod fejlesztésében, akkor erezd el, engedd el, és keres új módszert. Na nézem, nézzük, hogy akkor milyen új módszerek vannak. Kreatív, a kreatív módszerekre gondolok, amiket kipróbálhattok, letesztelhettek, és ami működik, az stars meg, ami neked nem működik, lehet, hogy Rozinak, Pistinek működik, de Sárának és Pist, nem tudom, Katinak nem, az gyakorlatilag teszteld, miért az eredményeit, és akkor utána tudsz azok alapján stagnálni annál a, annál a módszernél, vagy egy teljesen újat keresni. Na nézzük az elsőt! nekem, tudjátok, mindig azzal kezdem, ami, ami, a legjobban működik nyelvtanulóknál, amiket én látok, illetve a csapatunk lát. Az egyik az, hogyha mondatokban figyeled meg a nyelvtani szerkezeteket, ugye ezért folyamatosan ismétlem ezt, hogy panelmondatokat állítsatok fel, és, vagy panelmondatokat keressetek, nézd meg, hogy működik, amiről beszéltem a, a live, a mai live elején, és alkos saját mondatokat azokkal a a mintákkal, amiket a mondatban látsz. Kicsit szavakra, leegyszerűsíted. És a múltkor kérdezte itt valamelyikőtök, hogy neki nehéz, mert mondatokat nehezebb tanulnia. És ez az általában azért van, mert bonyolult mondatokat állítasz össze, vagy sok új szót teszel bele. És ennek az a technikája, hogy maximum csak egy új szó legyen benne, és minél egyszerűbb legyen. Aztán ahogy haladsz a nyelvtanulásod ö, fázisain, és egyre magasabb szintre kerülsz, akkor lehet egyre bonyolultabb mondatokat is példának venni. De ott sem az a cél, hogy cicerúi körmondatokat tanuljatok, jó? Tehát, hogy annak semmi értelme nincsen. De bizony ki lehet ragadni nagyon jó kis szerkezeteket összetett mondatokból is, és akkor azt lemásolni. És ez szerintem nagyon jól működik itt például a practice time-ba is. Ö, többen írtok, és ö, ö, tényleg egymástól is lesettek el technikákat, Alex annyira szuper dolgokat írít nekünk, hogy, hogy, tényleg az ő írus, az írásaiból is tudtok keresni ilyen kis egyszerű kis panálmondatokat, tehát hogy egymástól is tudtok tanulni, és azt gondolom, hogy ez az igazi fejlődés, amikor kimertek jönni a komfortzónátokból, és felvállaljátok azt, hogy, hogy, használjátok a megtanultakat, mert ott kezdődik az igazi fejlődés, amikor a komfortzónátokon kívül kerültek. Jó? Tehát Tessék, panel mondatokat gyűjteni, és ez is lesz az egyik technika, majd egy picit jobban belemegyünk, de ez az egyik legegyszerűbb és szerintem az egyik legjobban működő módszer a nyelvtani tudásod fejlesztésére. És utána pedig az a cél, amikor gyűjtöttél ilyen nyelvtani szerkezeteket, hogy ezeket használd orvérzésig, addig, amíg nem szoktad meg, nem használtad, nem más le jó. Aztán ugye. Második technika már végül is érintettük, hogy, hogy, hogy logikát keres a nyelvben. Állíts fel a te saját gondolkodásod szerint logikákat. Az, hogy én milyen logikát látok meg, az az én észjárásomtól is függ. De lehet, hogy te teljesen más, hogy működsz, máshogy forog az agyad, és neked, máshogy működnek a kicsi kötések. És ezért jó, hogyha igenis mertek kreatívak lenni a nyelvtani tudásoktól fejlesztésében is, mert hogy. Ez is egyfajta komfortzónán kívüliség, hogy megint elengedem azt, hogy mindig mindent ugyanúgy csinálok, de igenis lehet, lehet változtatni ezeken is. Oké, menjünk tovább. Hármas technika ugye meséltem nektek itt ezt a példát, amikor hozták ezt a többszörösen összetett, mindenféle érthetetlen, nem tudom, kifejezéseket és különböző definíciókat tartalmazó magyarázatokat. Tehát, hogyha ilyenekbe futsz és szeretnéd megérteni mondjuk egy-egy nyelvtani szerkezetnek a használatát, és akár rá googlizol, akkor próbáld azt magadnak leegyszerűsíteni. Fordítsd le a saját nyelvedre. Addig kutakodj, addig keres, amíg egy, egyszerű magyaráz, egy egyszerűbb magyarázatot nem találsz. És minél egyszerűbben van az kifejez, annál jobban meg fogod te is érteni, mert végül is ezeknek a szerkezeteknek a, a az a lényege, az első pontja, a nulladik pontja, hogy megértsd. Az, hogy te most magyarázatokon keresztül érted meg, vagy mondatokon keresztül, a struktúra alapján, vagy logika alapján, az embere válogatja. De, hogyha neked a magyarázatok jönnek be, akkor kérlek, kérlek, arra törekedj, hogy egyszerűbb ö, magyarázatokat keres, addig utakodja, amíg találsz, és... Ö, az a, az a legfontosabb, és uh, talán hallott mind, mindenki ismeri ezt a mondást, hogy uh, hogyha másoknak tudod tanítani, akkor már te is uh, megtanulod azáltal. Tehát legyen utána az a célod, hogy magyarázd el te is azt másnak. Lehet, hogy ez a gyermeked lesz, de a szomszéd kisfia, vagy nem tudom, bárki, vagy akár self magyarázott, hogy mondanád el azt hogy magyaráznád el, hogyan kell használni, leegyszerűsítve, akkor már valószínűleg meg is értetted, és a következő lépés az, hogy elkezded használni. Jó? Tehát, hogy nem vagyunk egyformák. Van akinek, nem működik valóban az, hogy mondatokon keresztül közelíti meg a nyelvtan, neki tényleg ki kell elemeznie, veséznie, analiz analizálnia, mert ő ilyen nagyon kis analitikus személyiség. Szuper, semmi gond, de akkor te egyszerűen közelítsd meg. Jó? Aztán a négyes, hogy ezt mindig, szinte mindig elmondom nektek, és még fogom az éterbe ordítani, <laughs> hogy tessék egynyelvű szótárakat használni. Miért? Mert az nem csak arra való, hogy a szavaknak a jelentését kisilabizáld a szövegkörnyezetből, hanem egy rakás panel mondatot találsz az egynyelvű szótárakban. Kvázi nem tudod, hogy használj. Akár egy, egy olyan igét, aminek mondjuk nyelvtani vonzata, azaz prepozíciója van, akkor beírod az igét, például wait, beírod az egynyelvűbe, és akkor nem tudod, hogy milyen vonzatai lehetnek. De nagyon-nagyon-nagyon szuper szótár erre például az Oxford Collocation Dictionary, a kollokáció, collocation azt jelenti, hogy kollokáció, ami azt jelenti, hogy állandósult szókapcsolat, ahol szintén találtok egyrészt egymással passzoló szavakat, ez igaz, hogy nem nyelvtan, de vannak nyelvtani részei is, le vannak bontva a szófajok szerint, hogy milyen szófajokkal együtt működik, hogy mik a vonzatai, milyen követése van, milyen kötése van annak az adott szónak, és ez már viszont nyelvtan. És ezeket megtaláljátok az egynyelvű szótárokba is. Mondok erre két példát, jó, hogy ez tisztább legyen. Üm, nem vagy benne biztos, ugye sokan keverik-e azt, hogy akkor most hogy van, hogy most akkor a tel után van a tú, vagy ott nincs tú, meg a szé után van tú, vagy nincs tú. Beírod a tel igét egy egynyelvű szótárba, és megnézed a mintákat. De képzétek el, ezek az egynyelvű szótárak, mert olyan okosak, hát emlékszem, 20 évvel ezelőtt nekünk aztán semmilyenünk nem volt, maximum nyomtatott szótár, de még azok se voltak sokszor ennyire e, vizuálisan kiemelve, hogy szó szerint boldal, tehát feketével kiemeli a szótár azokat a nyelvtani bakikat, amiket a legtöbb nyelvi, nyelvhasználó vagy nyelvtanuló elszokott hibázni. Például a telnél, hogy nem azt mondom, hogy állj, Told to him, hanem I told him. Uh, vagy a szénél nem azt mondom, hogy I said him, hanem I said to him. Um, vagy meg tudjátok nézni ezeket az úgynevezett direkt, indirekt igéket, megint nem akarok belemenni a nyelvtani kifejezésekbe. Um, lefordítom ezt uh, konyha nyelvra, hogy ez mit jelent. Tehát amikor vannak olyan igék, amiket így fogod a fejed, hogy miért van az, hogy mondhatom azt, hogy I give you a book, de azt is, hogy I give a book to you. Hát azért, mert mind a kettő gyakorlatilag szerkezetileg megengedett az igénél is. Amikor bizonytalan vagy, hogy akkor most hogyan folytasd a mondatot ezekkel az igékkel, give, meg send, meg buy, és társai, hogy csak írd be azt az egyetlen kicsi szót, és nézd meg a mintákat, és ki fogja emelni a szótár. Hogy hogyan kell folytatni, akár az, hogy milyen szórendel, vagy azt is, hogy gyakorlatilag milyen vonzata lesz neki. És ahol azt látjátok, hogy azt írja a szótán, hogy two objects, tehát két tárgy azoknál, ez a kétfajta opció mind-mind megengedett. Jó, nézzetek utána, nagyon kis ügyes része ez az egynyelvű szótáraknak. De arra is használhatjátok ezt is, megint ez egy pici nyelvtan, hogy most ugye nagyon sokan szenvednek, főleg már magasabb szinten, hogy akkor most gerund vagy infinitív követi az igét, mert ez mit jelent? A gerund az az ing, a g nélkül, <laughs> azt amúgy nem ejtjük ki, tehát hogy például azt mondom, hogy I like swimming, vagy I like to swim. Itt például mind a kettő ok, és van azért azért különbség pici tárnyalatban, de gyakorlatilag ezt is le tudjátok ellenőrizni, és a minták alapján látjátok, hogy hogyan használódik, oké? Okay? Tehát, hogy tessék ilyeneket kihasználni, itt az internet, ingyenes, annyi ilyen dologra lehet, akár a nyelvtani tudásod fejlesztésére, hogy szárnyalni lehet abba a fejlődésben, hogy hogy tényleg a minták alapján a megértést segítsétek, és hát megint azért szeretem az egynyelvű szótárakat, mert ezek nem definíciókat, ha használnak a, a magyarázatra, hanem példákat, gyakorlatias, és még egyszer hangsúlyozom neked, nem az elméletre van szükséged, ha beszélni akarsz jól angolul, és használni jól az angolt írásban is, hanem a gyakorlati tudásra. Menjünk tovább. Nagyon jól működik az is, hogyha, ugye mondtam, hogy, hogy mutatok arra, hogy honnan tudtok gyűjteni ilyen panel mondatokat. Tehát, hogyha te szeretsz olvasni, nem mindenki szeret, Mondjuk szerintem az olvasás a világ egyik legjobb dolga, persze egy csomó más dolog mellett, uh, akkor keres olyan témákat, amik téged érdekelnek, a szintednek megfelelően is, és, és uh, menj arra rá, hogy minden olvasmányból, cikkből, blogból, könyvből gyűjtsél ki olyan nyelvtani szerkezeteket, amiket még életedben nem használtál. Oké? Okay? Nagy különbség van a között, hogy látom, és uh, passzívan felismerem, és a között, hogy használom. Ezeket kigyűjtögette, de lehet, hogy teljesen halálismeretlen szerkezetekbe futsz, utána nézel, vagy megkérdezed egy hozzáértő szemét, hogy figyelj már, ez mi, ezt hogy használjuk, mert hát láttam ebbe a szövegbe, de azért annyira nem jöttem még rá, hogy az ott mi, és akkor ö, belemész abba, hogy megértsd, és elkezd használni a minták alapján. De lehet úgy is gyűjteni ilyen panelmondatokat, hogy nem csak egynyelvű szótárakból, vagy oktatóanyagokból, hanem úgy is, hogy keresel hanganyagokat, ugye podcastokat hallgatsz, filmeket nézel és társad, ugye a listening kapcsán volt erről szó, és gyakorlatilag ezekből gyűjtesz olyan érdekes nyelvtani szerkezeteket, amiknek megint utána nézel. És az az érdekes, képzétek el, hogy ezt nagyon sok nyelvtanul elmondja, de én magam is átélem ezt, most már ugye a negyedik nyelvemet tanulom, hogy gyakorlatilag, amikor ugye az a vonzás törvény a nyelvtanulásban is működik, hogy amikor a figyelmemet rákoncentrálom valamire, tehát tanulok egy új idiomát, egy új kifejezést, egy új nyelvtani szerkezetet, akkor hip-hop mindenhol, ha visszahallom, mindenhol visszalátom. És hát ez nem véletlen, mert akkor értél meg rá, hogy azt te használd, hogy azt te tanuld, és hát ez nagyon szuperül működik itt is, csak hát ugye a jeleket venni kell. Szia, Bella! Dániával ő is itt van, nagyon örülök. Oké, okay. hatos. Aktivált beszédben és írásban az új elméleti tudásodat. <laughs> Elnézést. Hát megint csak mindig elmondom nektek, hogy live adásokban mindig van egy olyan pont, hogyha csak ezt az egyet viszed magaddal az útra, és megfogadod és használni fogod, akkor nekem már megértem, hogy itt legyek veletek, és rászálljam ezt az egy órát. Hát nekem kvázi ez lenne az a pont, ami, amiért amiért itt vagyok, amiért ö, ö, tényleg azon vagyok a többiekkel is, hogy segítsünk titeket, hogy tessék, tessék, tessék használni, amit megtanulsz, legyen a szókincs, kifejezés, nyelvtani szerkezet, bármi. Mert csak úgy tud rögzülni a hosszú távú memóriádban, ö, hogyha azt elkezded sokat használni. Segít az, ha sokat látod, tehát a szemeden keresztül bemegy az input, segít az, hogyha... Sokat hallod, oké? Okay? De legjobban az segít, hogyha sokat használod. És ezért kell tudatosan, miután összegyűjtettétek ezeket az új nyelvtani nyalánkságokat, szerkezeteket magatoknak, és gyakorlatilag utána jártatok a ti uh, tanulási stílusotoknak megfelelően, hogy akkor az micsoda, hogy azt hoz, ha, hogy használjuk, lehet, hogy ez neked ugye a logika volt, a magyarázat, vagy akár a panelmondat, és utána a jó minták az analógia alapján elkezdett használni. Ennél, ennél jobb, uh, uh, Egyszerűbb dolgot nem mondhatnék nektek, de fáj a szívem, hogy az embereknek olyan kevés százaléka használja ezt, hogy tényleg sokszor mi is lukdossuk a diákjainkat, hogy tessék kiírni magadnak újdonságokat, amiket kiadunk, és azokat törekedj arra, hogy ezeket a beszédórákon használd. <laughs> Szia Ágnes! Oké, okay, menjünk tovább! Aztán az is nagyon jó amúgy a nyelvtani tudásod pallírozására és az aktiválásra, hogy nem csak beszédben használod, hanem tudatosan akár vezethetsz egy naplót angolul, de ez lehet egy, egy olyan blog, amit csak te látsz. Teljesen mindegy. Az a lényeg, hogy ezzel az íráskészséged is fog nyilván fejlődni, meg a betűzésed, tehát a helyesírásod is, de gyakorlatilag az írás kapcsán is nagyon sok olyan dolog feljön, amikor szabadírásról van szó, és nem arról van szó, hogy le kell fordíts valamit, vagy ki kell válasz valamit, hanem te alkotod meg a mondatokat, azokból iszonyat sokat tudsz fejlődni, pláne, hogyha tudatosan arra ösztönzöd magad és rúgdosod magad, hogy használd a megtanultakat. Persze a legjobb az, hogyha van egy feedbacket, tehát hogyha ezt um, erre kérsz egy visszacsatolást, mert uh, úgy tudsz igazán fejlődni a hibáidból, de gyakorlatilag már maga az a szokás, hogy kialakítod, és hoztam nektek um, meglepetésként, majd a végén fogok valami. Most megint kiírta, hogy trying to reconnect. Remélem, hogy visszajött a hangkép, hogyha esetleg nem, <laughs> akkor írjatok, vagy ha szakadozik, oké. Okay. Addig én megyek tovább, aztán majd reflektálok rám. A nyolcas pont, hát ez a másik dolog, amiért vérzik a szívem, hogy... Nagyon sokszor azt látom, hogy mindig csak a friss nyelvtant, a friss szó szavakat, a friss kifejezéseket akarják gyakoroltatni, akár tanárok, akár tankönyvek, és közíti mi a visszajelzést. Most már jó, oké. És valójában az lenne a lényeg, hogy arra törekedj, hogy gyakorlatilag azt, amit eddig tanultál, azt folyamatosan minél többet használd. Tudom, hogy nem lehet mindig mindent használni, de hogyha mindig csak a frisset aktiválod, akkor a többi az így beporosodik. És főleg azok azért jó, hogyha vezetsz magadnak ilyen checklisteket. Én ilyen checklistmániás vagyok mindenben hogyha leírod magadnak is azokat a szerkezeteket, azokat a nyelvtani szerkezeteket, ahol érzed, hogy hadilábon állsz, és azért még nem használod olyan magabiztosan, vagy még abszolút nem vagy benne rutinos, akkor ezeket vezeted, és mindig arra törekedsz, hogy, hogy a régiekből is használj olyanokat, hogy tudjon jól befixálódni, azaz beigetődni a memóriádba. Jó? Ez is egy, egy egyszerű dolog, de az a kreatív része benne, hogy igenis vezetsz tudatosan magadnak erről egy, akár egy kicsit táblázatot, vagy egy listát. Persze van, aki annyira profi, hogy fejben tudja ezeket tartani, hát nekem már ez egy ennyi után nem megy, annyi minden van a fejembe, ezért írok le mindent. És szerintem ez azért is segít, hogyha rendszereket alakítotok ki a nyelvtanulásban is, mert akkor megint csak sokkal-sokkal jobban tudod magad emlékeztetni, hogy, hogy hol van vannak a hiányzó gepek, a hiányzó kis lyukacskák a tudásodban. Oké? Okay? Tehát ennek ez a kreatív része, hogy ezt összekötöd, hogy nem csak a frisset használod egy ilyen technikával, hogy gyűjtöd, és amikor már azt érzed, hogy valamit tényleg kezdtél maga magabiztosan használni, akkor húzd ki a listádról, vagy töröld ki. Oké? Okay? Menjünk tovább. 9-es, mert 13 van, húzzunk bele. Törekedj az egyszerűségre, és ne bonyolíts túl. Ugye erről is beszéltem itt nektek, itt a live adás elején. Most nem csak a, a magyarázatokra gondolok, hanem a használatra elsősorban. Ugye a fokozatosság elve az egyik kulcs eleme és alapköve a nyelvtanulásnak a sikerélmény mellett. Kvázi minél egyszerűbben közelíted meg először az új Amiket megtanítasz, annál több sikerélményed van, és szépen fokozatosan törekedsz arra, hogy az egyszerűktől haladja bonyolult felé. Még akkor is, hogyha te egy haladóbb, magasabb szinten ö, beszéled már az angolt. Mert hogyha te egyből, ahogy mondtam, cicerúi körmondatokban akarsz fogalmazni, amit azért valljuk be, hogy az angol sem ö, használ, most nem a jogi szerződésekre gondolok, hanem a beszélt nyelvre, ö, gyakorlatilag a, a, akkor megszokod azt, hogy mert használni, és szépen fokozatosan mész bele a bonyolultabbakban, nyilván a minták alapján. Okay. Tehát, hogy ezt nem csak a, a kezdőbb nyelvtanulók a, tudják így alkalmazni, hanem ti is, akik már jóval előrébb jártok. De minél egyszerűbb az a, az a szerkezet, annál biztosabban fogod használni. És amikor az már befixálódott, akkor mehetsz egy fokkal feljebb. Okay? De, hogyha te egyből átugrod az egyszerűbbeket és a bonyolultabbakat akarod használni, akkor el fogsz vérezni, jönnek a kudarcok, és hát ilyenkor megy le így a motivációtok, amit én utána próbálok visszaépítgetni, meg hát gondolom még más is segít nektek ebben. Tízes. Állíts be a helyesírás ellenőrzőt angolra minden kütyüdön. Ugye ezt már mondtam nektek, hogy tessék átállítani a kütyütöket, <laughs> mindenféle okos dolgotokat angolra. Telefon, tablet, nem tudom, okosóra, okos karkötő, ezek már lassan sütnek, főznek, mosogatnak, de hogy angolt is tanítanak, hogyha ezeket átállítjátok angolra, és bizony az e-mailnél is, meg mindenhol be lehet állítani azt, hogy a helyesírási ellenőrződ angol legyen. Nyilván itt te azt a helyesírási szoftvert áll is be, vagy azt a helyesírási ö, Or, tehát azt a helyesírási trendet válasz ki, amelyik országban te élsz, vagy amelyik uh, ré, tehát szegmensét uh, tanulod a nyelvnek. Te gondolok most itt, hogy brit angol, amerikai angol, kanadai angol, új zélandi angol, mert hogy betűzésben, főleg most a brit és az amerikai angolra gondolok, azért vannak különbségek. És akkor megszokod, hogy egyrészt, amikor ö, ott van egy betűzés hiba, akkor az ki fog téged javítani. Tehát ez egy szuper, tök jó dolog. És így értem nektek, hogy a végén lesz ö, egy meglepin, valójában kettő, az egyik meglepi, a másik bejelenteni való. A, ö, az egyiket már akkor egy picit elárulnám, tehát ö, gyűjtöttem nektek olyan ö, eppeket, Um, amik gyakorlatilag a, a, a nyelvtani tudásotok pallírozásában segít kreatív módon, és ezek közül az egyik ilyen, amit, amit például nagyon-nagyon ajánlok mindenkinek, a Grammarly. Ezt ide be is írom, de um, ezeket ki fogjuk holnap küldeni a hírlevelünkben, úgyhogy ha még nem vagy feliratkozva, akkor fel tudsz iratkozni az angolahangolva.com oldalon. Tehát a Grammarly egy olyan szoftver, ami sokkal okosabb, mint azok a helyesírási ellenőrzők, amik mondjuk egy e-mailbe vannak beállítva, mert hogy nem csak a betűzési hibákat veszi észre, hanem szóhasználati problémákat, fogalmazási, stilisztikai dolgokat is, és ezzel szuperül tudtok egyfajta szoftveres feedbacket kérni. Jó? de e, ez csak egy a sok közül, e, tényleg annyi ingyenes dolog van már így az éterben, hogy hogy, hogy csak kell ezeket használni. Oké, okay? tehát ez is egy kreatív módja annak, hogy így is tudjátok a, a nyelvtani tudásotokat pallírozni. Jó, 11-es. <laughs> e, nagyon sokaknál látom azt, hogy, és most itt nem a kezdőbekre gondolok, hanem akik már így tényleg évek óta tanulnak, vagy fejlesztik a tudásukat, hogy egy idő után így nagyon az a céljuk, hogy gyorsan beszéljenek, hogy, 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 hogy nagyon gyors beszédtempóval beszéljenek. Gyere is volt már szó, hogy mondtam nektek, hogy eleve a habitusa is minden embernek más van, aki magyarul is lassabban, gyorsabban beszél. De a, a gyorsaság az nem függ össze a minőséggel. Láttam sok olyan esetet, aki annyira hadartangulul, és olyan szinten tele hibákkal, hogy bizony a megértést tudta rontani. És én ezek Ilyenkor, hogyha ez rád igaz, akkor azt javaslom, hogy inkább egy picit lassíts le, hogyha, hogyha, te még úgy érzed, hogy a nyelvtanod az nem olyan jó, hogy tudatosabban tud használni a nyelvtani szerkezeteket, főleg azokra gondolok, ahol problémáid vannak. És akkor itt jön a 12-es pont, hogy tessék vezetni a visszatérő hibákról, tudatosan vezetni egy, egy listát mik azok a ö, kicsi, gyilkos kis gyökerek, ugye emlékeztek, én ezeket úgy hívom, hogy gyomnövények, amelyek annyira beépültek rosszul a tudásodba, és hogyha kapsz feedbackeket, akkor akár egy tanártól, akár egy, nem tudom, visszajelzést egy beszédpartnertől, akkor ezeket gyűjtsed, oké, okay? felkiáltuljál, mondom, hogy gyűjtsed, és utána pedig törekedj arra, ö, hogy a jó mintát ö, rakd be. Tehát ö, ezt azért tisztázzuk le, hogy nem a rossz mintát kell leírni, hanem a jó mintát, és aláhúzott, kiemeled, vagy ami segít neked, azokat a részeket, ahol elszoktál vérezni. És amikor beszélsz, akkor kell egy picit lelassítani, hogy azt az tudatosabban használd nagyon sok ilyen prepozíció gond szokott lenni, vagy ezek a gyakran keverhető szavak is ebbe a kategóriába tartoznak, ami mondjuk szókincs nem nyelvtan, de rengeteg ilyen kis eleme van a, a nyelvtannak, amiket így, így tudtok tudatosan helyre rakni. Jó, tehát, hogy annyira be tudnak épülni a rossz minták a tudásotokba, hogy azokat utána sokkal-sokkal nehezebb kiirtani, mint a jó mintát elültetni. És hát nagyon-nagyon-nagyon izgatott vagyok, mert hogy a napokban el fog indulni az első online tanfolyamunk, ami ilyen internet alapú lesz, és aminek ez a cím, hogy írd ki a nyelvi gyomjaidat, és abban ilyeneket gyűjtöttünk össze, itt a reklám helye. De nem, nem, is ez a lényeg, hanem az, hogy tessék, tessék vezetni visszatérő hibákról listát, és akkor így tudtok ezekből fejlődni. Jo? És akkor az utolsó technika, Amiről már az előbb beszéltem, hogy kér visszacsatolást, ami alapján helyre teszed a hibákat. Mert bizony, hogyha, hogyha tényleg. Sokan írjátok azt, hogy, hogy nincsen visszacsatolásotok, akkor tényleg nehéz javítani a nyelvtani tudásotokon. Ezt mindenkinek magának kell megoldania, hogy milyen formában, hogy legyen az akár egy beszédpartner, vagy legyen akár egy, <coughs> egy olyan partner, aki lehet, hogy tanár, stb. De muszáj kapjatok visszacsatolást, különben a rossz mintákat nincs, hogy ki vegyétek, vagy észrevegyétek. Jó? Um, és akkor e, itt, a, itt a nagy bejelenteni való, ami ehhez kapcsolódik, meg Timi a te kérdésedre is válaszol, hogy holnap-holnap el fog indulni egy teljesen új programunk. Nagyon sokat vakartuk a fejünket, hogy hogy tudnánk minél több embernek segíteni, ennek a sok-sok készségnek a fejlesztésében, de elsősorban a beszédre fókuszálva, ami alapvetően felhoz, felszíren hoz egy csomó más problémát, ezért ilyen, egy olyan online tanfolyamunk fog indulni, csoportos tanfolyam, ahol egy nagyon kis létszámú, beszéd tanfolyamok lesznek itt az éterben, tehát az interneten fognak zajlani, és bárhol lehettek a világ bármely pontján, és ezeknek pont ez lesz a lényege, hogy segítsünk nektek a csapattal visszacsatolást adni, és rá kényszeríteni, hogy használjátok azokat a dolgokat, amiket megtanítunk nektek, de most nem mennék bele, mert hogy holnap a hírlevélbe ezt ki fogjuk nektek küldeni, de ide a Facebookra is valószínűleg ki fogom rakni, sőt biztos. Június 29-ig lesz a jelentkezés, és minden részlet benne lesz, úgyhogy majd figyeljétek ennek az információit. De nem azt mondom, hogy csak ez segít, bármi segíthet, hogyha ti tesztek azért, hogy a, a tudásotok fejlődjön. És ö, van, akinek ö, az működik, hogy ö, ö, kap egy visszacsatolást egy tanártól, van, akinek az működik, hogy kap egy visszacsatolást egy élő beszédhelyzetben. Egy a lényeg, hogy, hogy kell igenis használni a megtanultakat, ö, és, és törekedni arra, hogy mindig jobbá többé váljunk. oké. Okay. És hát akkor a csattanóként, konklúzióként egy pár dolog, igen, és akkor itt majd a végén lesz a, még a meglepi, hogy hogy akkor a legfontosabb gondolatok még egyszer, ne bonyolíts túl a dolgokat, ne akarsz szabályokkal, definíciókkal fejleszteni nyelvtani tudást, hanem inkább a logikára, a magyarázatok, egyszerű magyarázatokra menj rá, utána pedig arra törekedj, hogy használd, használd, gyakorolj, gyakorolj, mint hogy írja itt Alex hogy only perfect practice makes perfect. És ez így van. Tehát, hogy csak úgy, csak úgy tudtok fejlődni, hogyha ezeket tudatosítjátok magatokban. Mer hibázni, hiszen öm, az, ahogy felszíre jön a hiba, egy esélyt kapsz, hogy azt helyre ragd. Hogyha nem használod, mert folyamatosan attól rettegsz, hogy de mi van, hogyha rosszul használom, akkor nem tud felszínre jönni, és nem tud helyre rakni. Ez pont olyan, mint a betegség. Ugye, hogy szedjük a gyógyszereket, ami kezeli a tünetet, de a valódi okot elnyomja. És gyakorlatilag itt is ugyanez van, hogyha, hogyha te nem használod, akkor elnyomod azt a rosszul használt dolgot. És ezért nem kell kudarcnak megélni, ha valaki hibázik, hanem sikerél mindenkinek valójában, és utána pedig arra törekedni, hogy vezetve ezen a checklistán öm, öm, és a jó mintákat elkezdeni helyette betáplálni, öm, elültetni, mert így tudjátok igazán magasabb szintre emelni a tudásotokat. Jó, és akkor a meglepi az, hogy a holnapi öm, öm, Hírlevélben, ugye pénteken szoktuk kiküldeni hírlevet, öt olyan app szettem össze, ami ide kapcsolódik. Tehát gyertek, és aki még nincs feliratkozva, esetleg iratkozzatok fel, mert ezekbe szoktam plusz tanulnivalókat, infókat is küldeni. Öt olyan ingyenes app szettem össze, amikkel kifejezetten a nyelvtani tudásokat tudjátok pallírozni kreatívabb módon. Oké? Okay? No, hát, hogyha van bárkinek kérdése, megjegyzése, akkor azt várom. Nagyon köszönöm, hogy itt vagytok, hétről hétre is követtek, és, is tesztek azért, hogy fejlődjetek, de sokkal boldogabb vagyok, hogyha azt hallom, hogy is azt írjátok, hogy, hogy tünde kipróbáltam ezt, és ezt, és ez működött, mert ugye megint csak nagy különbség van a között, hogy ezt hallgatjátok, nézitek, vagy meg is fogadjátok, használjátok, és azért hozok mindig ennyi félét, mert kinek ez jön be, kinek az jön be, kinek pedig a negyedik vagy a tizenharmadik lépés, jó? Uh, miről lesz jövő héten szó? Ugye próbáltam készségekre koncentrálni most így az elején, úgyhogy az olvasásról lesz szó. Tehát teljes útmutató az olvasási készséget fejlesztéséhez ezt a címet adtuk. És gyakorlatilag minél inkább azt érzed, hogy nem szeretsz olvasni, annál inkább gyere el, mert megmutatom jövő héten azt, hogy hogyan tudod megszeretni az olvasást is. Timi lehet személyesen is kérdezni, így van, akár privátba is tudsz, úgyhogy e, e, itt az üzenetbe is tudsz írni, vagy akár a, az e-mailünkre is tudsz írni, az fel van a honlapon. Úgyhogy én azt kívánom mindannyiótoknak, hogy legyen egy csodás hétvégétek, és sok-sok örömötök, sikerélményetek a következő hetekben a nyelvtanulásban is. Figyeljétek holnap az infókat, jó, mert jövünk az újdonságokkal, és hát nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit innen Székelyföldről. Sziasztok! Sziasztok!